Sziasztok! Elérkeztünk a paradicsommag kiszedős videó második részéhez. A kiszedés, ugye mondtam, hogy be fogjuk erjeszteni. Ilyen melegben ez az erjedés nagyon gyorsan megtörténik. Tegnap délutánra már elkezdtek beerjedni a paradicsommagok a vízben. Miért fontos, hogy beerjedjenek? Azért, hogy ez a kocsányos réteg lejöjjön róluk. Illetve ami itt felül található mag, ezeket nyugodtan leönthetjük róla, mert ezek nem termékenyek. Mi kell hozzá? Először is már egy csomót megcsináltam. Kell paradicsom mag, ugye maga a mag, kell egy szűrő, meg egy kis kanálka, amivel vissza fogjuk kaparni a dobozba, mert nem bonyolítjuk a rendszert, tehát nem egyszerűen ilyen sok magnál, ugye sokfajta magot szedtem ki, 42 félét, ez a papír, ez tovább fog vele jönni, tehát tudjuk róla, hogy a 9. sor 7-es, 8-as paradicsomja volt ez, ez tovább fog vele jönni, és vissza fogom ide tenni ebbe az edénybe a magokat. Tehát akkor nézzük, mit is kell tennünk. Tehát a vízcsaphoz jövünk, kell egy vödör, amiben beleöntjük az esetleges hibás paradicsomokat. Úgyhogy csináljuk is. Tehát a szűrőbe beleöntöm a paradicsomokat és kimosom szépen, amíg ki nem világosodnak. A maradék paradicsom darabokat, esetleg héj darabokat, vagy nagyobb gyümölcs darabokat, azokat ki fogom szedni. Az aprókat, azt szét fogja vinni a víz, hiszen beerjedtek teljesen, ezért jó volt a megoldás. Szépen kimossuk, elzárjuk a csapot. Tehát nem kell túl sokáig mosni, látszik milyen szépen kifejlettek a magok. Nincs rajtuk a zöld kocsonyás réteg, úgyhogy ez most már visszatehetjük ide ebbe a kis pohárba. A pohárból először megfogjuk és kicsöpögtetjük a vizet. Kicsöpögtetjük a vizet, akkor visszatesszük a pohárba a magokat. Ha megvan, visszatettük a pohárba a magokat. Ezt azért teszem vissza, mert nem itt fogom most én berakni a szárítóhelyre, hanem később. És mert nagyon sok fajta van, ugye 42, később fogom berakni. De viszont ezeket az eszközeimet szépen el kell öblíteni, hogy megint ne menjen át mag. Tehát ne tudjunk átvinni magot, leöblítjük az eszközöket. És ugyanígy jöhet a következő. Ebben a pohárban van egy olyan, hogy ilyen paradicsom rész úszik a tetején, látszik, hogy egy héj darab van. Ezt nyugodtan szépen leönthetjük, illetve azokat a magokat is, amik fent vannak a tetején. Egészen ideig leöntjük. Ugye itt maradt egy sűrű rész, ez mehet bele a szűrőbe. Megmutatom így beöntés után, tehát átöntöttem a pohárból a szűrőbe a paradicsommagokat. Látszik, hogy ott van még sárga. Elindítom kicsit a kimosást, és folyamatosan szépen kifehéredik, világosodik a paradicsommag. Amikor már úgy gondolom, hogy tiszta, akkor elzárom a csapot. Tehát a másik módszerrel az, hogy rögtön kimosom, nagyon sokáig tartanak kimosni róla ezeket a részeket. De ez az erjesztéses technikának van egy hátránya, tehát látszik, hogy milyennyivel világosodott a paradicsommag. Ez igazából piros paradicsomnál látszik jól, de majd mindjárt megmutatom azon. Van egy hátránya méghozzá az, hogy ezek az erjedés ez eléggé büdös, úgyhogy ezt olyan helyre tegyük, ahol nem sűrűn mászkálunk. Ha maradt esetleg benne paradicsom hely, akkor azért paradicsom darabka, akkor arra kell a kislapát, hogy avval kiszedjük. Ne felejtsük el minden egyes paradicsom minta után elöblíteni ezeket az eszközeinket. Nagyon kevés vízzel elöblítjük. Ezt a vizet természetesen locsolásra nyugodtan fel lehet használni. De ki fognak belőle kelni néhány paradicsom, lehet, hogy nem most, hanem jövőre, de majd ki kell. Na, jöjjön akkor ez. Ugye lehet látni, hogy ebben van ám bőven paradicsom egyéb rész is a magon kívül, hogy ezt most beleöntöm ide a szűrőbe. Lehet látni a szitában, vagy a szűrőben, hogy ott vannak még ezek a piros kis paradicsom darabok. Na most, akkor tegyük a
vékonyan folyós csap alá. Szépen egy kicsit megkergetjük benne. A paradicsomokat jó átmozgassa az átnyomó víz. Nem kell nagy sugárban csinálni, mert akkor a paradicsom magot is kimossa. Óvatosan csak. Így, és már is látható. Már is látható, hogy eltűntek a piros paradicsom darabok. Tehát a víz az átmosta az összeherjedt paradicsom darabokat. Ez így teljesen mehet szárításra. Még egyszer megmutatom, mert ebben a mintában jobban látszódnak a paradicsom darabok. Úgyhogy ezt szépen, amit nem visz át a víz, azt toljuk a kis lapátot és kiszedjük belőle. Szépen átmossuk, de a nagyját át fogja vinni, mert el van erjedve. Tehát a megerjedt paradicsomot át fogja vinni a víz. Látjuk, hogy itt van, hogy milyen lett az eredmény. Van benne egy darab, azt kiszedjük, és mehet a szárításra. Itt van az összes 42 fajta kimosva. Ezeket majd délután szépen át fogom rakni egy papírtálcára, és azon fognak megszáradni, de az már bent lesz a lakásban. Így ezek a minták már nem büdösek. Tehát kimosva már egyáltalán nem büdösek, átkerülnek a papírtálcára, és úgy fognak megszáradni. A szárítás előtti utolsó fázishoz értünk. Ez pedig nem más, mint a száradásra való előkészítés, azaz ki kell pakolni ilyen papírokra, hogy megszáradjon lehetőleg olyanra, ez egy ilyen süti alátétele nem tapad rá a mag, vagy ilyen műanyag kis tányérra, amit többször használhatunk, de ennyi kerámia tányérom nincs, úgyhogy arra nem tudom rápakolni. Ki kell pakolni, meg kell szárítani, és az utolsó fázis az, amikor névvel ellátva, tehát felírom rá, hogy milyen paradicsom, felírom rá azt, hogy mikor lett a szedés, magszedés évét, és ennyit, és elrakom őket nylon zacskóba. Nylon kis cipzáras zacskóba fogom őket belokkolgatni. Felé megjegyzem azt is, hogy melyikből van sok, melyikből kell esetleg még szedni, vagy melyik az a fajta, amelyikből nincsen éppen. Tehát van egy listám, amin szerepelnek ezek a fajták, hogy melyiket hogy hívják, tehát nem úgy hívják, hogy 9x7-8, hanem megvan, hogy az éppen micsoda. Ez a 2x9-12, ez a bátori kecsketőgy fajta. Úgyhogy ezeket itt szépen megszárítjuk, és amikor elég szárazok, akkor lekaparom róla, és megy az acskóba. Azt már gondolom mindenki el tudja képzelni, hogy hogyan kell ezt bezacskózni, de hogyha igény van rá, akkor arról is csinálok még egy videót. Tehát lehet ennek a sorozatnak egy következő része. Ez a második rész, így megy a száradásig, és innentől most már el lehet képzelni, hogyan kell csinálni. Tehát először is ezt a feliratot áthelyezzük erre a tálcára. Áthelyeztük a tálcára a feliratot, most pedig kikaparjuk a magokat innen. Úgyhogy minél kevesebb vizet hozzunk magunkkal, kikaparjuk a magokat ide. Ha kikapartuk a magot, a kis kanalat minden esetben letakarítjuk. Itt most már nem vízzel, csak kézzel letakarítjuk róla a magokat. Ha véletlenül egy az asztalra téved, akkor azt nem vesszük fel. És ezeket most szépen kézzel megpróbáljuk elteríteni. Minél egyenletes, hát egyenletesebben nem tudjuk elteríteni úgyse, csak hogy ne legyenek nagy csomók. Majd amikor megszáradnak, akkor úgyis szét lehet őket szépen törni. El lehet választani a magokat egymástól, csak most is jó, hogyha meg tudjuk azt csinálni, hogy ne legyenek ebben nagy csomók. Nagyjából szétterítettem a magokat, úgyhogy ezek így indulnak el a száradás útján. Most még lehelyezem, mert már nincs elég hely a munkához, meg a szétszedéshez. Így készülnek el a paradicsomok. Láttam olyat is, ahol aszalót hívnak segítségül ennek a szárítására. Csak ott vigyázni kell, hogy nem szabad 60-70 fokon megjáratni, mert akkor teljesen kinyírjuk a magokat, hanem sokkal alacsonyabban, maximum 30 fok körül szabad járatni az aszalót, hogy megszárítsuk őket, hogy akkor órák alatt megszárad, és működik a dolog így is. Ha még érdekel a téma, akkor vannak ebből a paradicsom magmentésből tavalyi videók is, talán nem ennyire részletes, de ott is elmondok néhány információt, illetve ennek a videónak van egy első része a kiszedésről tulajdonképpen. Ezek után, ha ezek megszáradnak pár nap alatt, akkor utána csak zacskózás következik. Tehát berakom ilyen patentos zacskóba, ellátom névvel,
és megkapja a szedés dátumát. És ennyi, tulajdonképpen ilyen egyszerű kiszedni, nem kell órákig mosogatni a paradicsommagokat, hanem maguktól leáznak. Köszönöm szépen még egyszer, hogy nézitek a videóimat, legyen szép napotok, sziasztok!